Örülünk neki mi is, hogy 2-0-ra vezetünk, de hát nem szabad elbízni magunkat. Volt már, hogy jól teljesítettünk a szezonban, és aztán jött egy kisebb hullámvölgy, de bízom benne, hogy ez most nem fog eljönni. Úgy érzem, hogy kicsit mi is változtattunk a játékunkon, kicsit úgymond keményebben védekezünk, ami a szezonban azért sokszor nem volt ránk jellemző. Támadásban is sokszor jobban jár a labda, úgyhogy tényleg szerintem egy kicsit így a rájátszásra a csapat elérte azt a szintet, most úgy tűnik, hogy amit mondjuk a szezonban is kellett volna hozni, hát bízom benne, hogy tudjuk ezt tartani. Nagyon jól indult számunkra a rájátszása, de ezért csapat szinten tettünk is. Megfelelő koncentráltsággal és jó minőséget képviselve játszottunk. Természetesen ez a párharc még messze nem ért véget. Ellenfelünk a harmadik mérkőzésen az életben maradásért játszik majd. Nagyon jó csapat a Sopron, ezt igazolták már a szezonban, így nem vehetjük úgy ezt a párharcot, mintha már is megnyertük volna. Ezzel a feladattal csak a harmadik győzelmünket követően leszünk készen. Nyertünk Sopronban, az tényleg egy nagyon fontos dolog volt. Nem hiszem, hogy sokan nyertek ott ugye az alapszakaszban is, vagy a középszakaszban, úgyhogy ez nagyon fontos volt, és itthon ugye tudtunk a második meccsen nyerni, ami igazán az volt a komolyabb dolog, hiszen így most már tényleg 2-0, és akkor azt a pályaelőnyt, amit megszereztünk, azt most már tudtuk így tovább kamatoztatni. Úgyhogy még egy mérkőzés Sopronban, bízom benne, hogy ott is tudunk nyerni, és akkor korábban lezárjuk, kicsit tudunk pihenni.